Van egy élettapasztalatom az adóssággal kapcsolatosan. Amikor ezen a helyen, itt Békésen, 1946. augusztus 14-én megházasodtunk, kedves feleségemmel együtt fogadást tettünk, hogy mi soha nem veszünk fel hitelt, hanem mindig előre gyűjtünk. És ha gyűlik a pénzünk, akkor betesszük a bankba, és nem mi fizetünk a hitelre kamatot, hanem a bank fizet nekünk a betétre kamatot. Nem okosabb? És tessék elképzelni, 52 évig éltünk együtt, azóta újabb 15 év telt el, és Isten kegyelméből sikerült megőrizni ebben a fogadásban magunkat. Áldás, komolyan nagyon sok áldás volt rajta. Sok jelentős kiadásunk is volt, építkezés, vásár, hát ingatlanvásárlás, stb. Stb. Az igen gyakran előfordult, mind a mai napig, hogy hozzám vagy hozzánk annak idején fordultak segítségért, rengeteg embernek adtunk kölcsönt. Általában úgy adtuk, hogy ha nem kapjuk vissza, akkor se fogunk perelni miatta. És mindenkinek úgy adtuk, hogy kamatot nem fogadtunk, nem kértünk és nem fogadtunk el érte. Ez egy élettapasztalat. Most is vannak ilyen adósaim. Én azt mondom, hogy kellene terjeszteni a mi fiataljaink körében is ezt a fajta gondolkodást, amely a mai kortól rendkívül idegen, nagyon maradi, naív, és én nem tudom, minek nevezik, vagy nevezhetik, akik hallják. Kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogy vélekedtek róla. De véleményem szerint egy nagyszerű hitbe és hit által Istenre épült gondolkozás, hogy nem veszek fel hitelt, akkor nem lesz adósságom, és mindig addig takarózom, ahogy hallottuk is ezt, ameddig a takaróm ér. Isten megáldja szerintem, és a tapasztalatom szerint is ezt a gondolkozást. Elnézést. Köszönöm. Nagyszerű az ötlet is, hogy akkor beszéljük meg. Parancsolj.